Az van, nyilván várjál, nézd, fókusz így. Nem tesz vissza a fókusz, ott a fogom, vedd már! Ott a várj, mert beszorom! Ez a nap is jókorán kezdődik, de hát igen, le kell vágatni már a hajam, és azt valamiért reggel 7-kor kell, úgyhogy kezdjük a napot. És volt a fodrásznál. Úgyhogy megvan, levágták a hajam, sőt a fodrász pénzt kért, nem elnézést. Na de mindegy, az a lényeg, hogy menjünk. Egyetlen egy baj van. Figyeljétek csak. Ne, hova lett a hó? Miért? Miért kellett ezt csinálni? Mivel ugye ott van nekünk Leo, fogjuk, beülünk az autóba, és utána menjünk a havazásnak. Csak előtte még felébresszük Mesit, illetve összeszedünk pár embert, mert ma egy nagyon különleges ötletem van. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hát mondjuk az így egy órakor annyira nem van reggel, de mindegy. Jó, én is most keltem. Van egy hülye ötletem. Nem mondok el sok mindent, mert akkor leszpoilerezem az egészet. Olyan, mintha vlogolnánk, csak kihívások lesznek. És bevállalod-e? Hárman menjünk, te, Mesi, én. Jó, hova? Talán elmenjük valahova, együtt kitaláljuk, és meglátod. Nyugi, annyit garantálok, hogy nem lesztek tüdőgyulladásosok, mint én. Na jó, jó, akkor öltözök, menjek. Jó. Na, hello! Oké, akkor készülök. Leo, on. Az a helyzet, hogy még nektek sem mondom el magam. Szilveszter megátkozta őt. Vagy nem. A biciklizés. Mi a baj? Mi nem. Mi nem? Akkor te ma nem mész, ugye? Pihensz. Mi? Nem. Szóval egény magó, de nem baj. Na jó, oké, hívjuk Mesit is. Nézzétek, fénysebesség. És itt vagyok. Úthol vagyunk, csak az a baj, hogy Leo szomjas, úgyhogy meg kell itatni. Azután mondom el, hogy mi is az a kihívás, amiket meg szeretnék velük csinálni. Látnátok Mesi arcát ilyet. Oké. Okay. Indulhatunk. Hát most nem én vezet, a kivezet. Na, mi van? Nem menjünk? Mindjárt megzudálok a hátukokat, ahogy sosem ültem hátul az autóba. Hogy mekkora király lenne, hogy bejönnék hátul, csak így elindulna az autótod magától. Jövünk, zsombi! Nem azt mondtad, nem szeretsz hátul ülni? De most nagyon szarul vagyok, szóval majd hátul eldőlök. Értem, tehát hogyha nem szereted mondjuk az almát, de szarul vagy, nem, akkor nem. Szereted az almát. Hello! Én félek tőled az ilyen kihívásoktól. Csá! Csá! Jó, mehetünk. Elviszünk, tesó, téged is hol van? Azt mondtad, hogy tudod, hogy hova megyünk, csak hogy... Te mondtad, hogy tudod, hogy jó, az a lényeg, nem mondod el. Olyan helyre kéne menni, ahol sok mindent lehet csinálni. Mert az a lényeg, hogy több kihívás lesz, és egyenként csináljuk. Mindenki más. Nem mersz felmászni arra a fára. Fára kell mászni. Hát azt is mondjuk. Elment a hó, de nem baj, mi utána megyünk. Húha. A leges-legelső kihívás lehet valami, és mi nézzétek meg azt a táblát. Hoppa. És mi pont arra megyünk. Én már kitaláltam az elsőt, itt meg is állunk. Várjátok. Jó, csak benne ragadjak. Nem én benne nagyon. Elmondom, mi a kihívás, csak szerintem szálljunk ki. Ebből fog állni a fél videó, csogi. Mesi már tudja a kihívás, de ő most nem kell hozzá, úgyhogy csak zombi van velem, aki most éppen fogja a kamerát, szóval szerintem. Oh, hideg van. Nem mondod, kint vagyunk az erdőben. Azért álltunk meg, mert ez abból fog állni, hogy mindig valaki kell mondjon egyet, hogy nem mersz átmenni a patakon. Nagyon jó. Őszintén. Nem, ez most komolyan, ez lesz a kihívás. Szerintem akkor most én kezdem, és mert te vagy a vendég, azért te fogsz először szívni. Úgyhogy most éppen leviszlek téged a patakhoz. És megnézzük azt, hogy át tudsz-e menni a patakon. Jó. De itt hogy megyünk be? Úgyhogy ez a kihívás lényege, és lehet, hogy ebből majd lesz második rész, nyugodtanjátok, hogy szeretnétek, hogy nem mersz kihívás. És mert ott be van fagyva, ott lehet át tudsz menni, figyeljétek. Itt milyen? Hát ez tiszta jég, próbáld meg. Próbálj meg ráállítani. Látod-e? Jaj, jaj. Ez nincsen meg, hogy jó annyira. Lássuk, de akkor nem mersz ráállítani mi? Ja igen, nem szabad ugrani. Az nagyon fontos, hogy nem szabad ugrani. Az egy ág. Jó. Elsüllyedek, vagy mi? Nem szabad, az ugrásnak számít. Ez ugrásnak számít? Ez ilyen f***zsik amúgy. Rá tudsz lépni? Jó, de rálépett, beszarok, és nem. Jó. Egy debet neki. Most megpróbálok én is. Itt szerinted, ha ide beugrok, akkor itt besüllyedek? Nem tudom, bemegyek oda ugrani? Kacok, mit szóltok? Szerintetek Csongi túl fogja ezt élni? Jó. Jó! Ez mi? Jaj, beleléptem! És süllyedtem egyet. De menő, nézd már, várjál! Egy maréki. Azt hiszem, már nem tudok átmenni. Nem, mint a tő. Jön fel a víz! Hát,
Fázott a cipőm. Hát így áll Csongi, amikor bírolt akar nektek csinálni. Ami nem tudok kikálni, most hülyeség nélkül. Látod, hogy fekszek itt? Látom. Nem, segíts! Menni sajta. Fog, menni fog! Jó, ne! Ne úgy, várja! Támaszkodj meg, azaz! Jó, jó. De most hova fut? Jó, oké. Okay. Ne! Hello, motherfucker! És kajak elment, tehát, hogy én most itt maradtam az erdő közepén. Gyere vissza! Itt van! Ilyet nem játszunk többet. Ilyet nem játszunk, főleg nem medvés helyen mi. Jaja. Van itt egy nagyon jó forrás. Zsobbi visszaadja. Jaj, így áll egy keveset belőle. Tehát ott van a szép forrás. És itt van Csongi. Akkor is kell jegyek, ha nem vagyok szomjas. Már azt mondtad, hogy csak akkor kell jegyek, hogyha érted, mert hogy ettem. Evés után inni de nem vagyok szomjas, de én evés után nem szoktam számít, inni. Ez nem számít. Hova tettetek? Vagy mit csináltatok? Megvan a következő kihívás. Nagyon jó! Tökéletes! Oj, nano! Folyik! Én azt hittem, hogy nem folyik, reménykedtem. Tökéletes, tökéletes. Hű, de bűnös baszki! Igen, már az ilyen gyógyvíz. Nézd azt a vasas! Na de hogy... Egy korty, egy korty. Ez olyan, mint amikor magor fingik, de tényleg. Na. Amúgy nem szabad hova tenni, mert kiszáradt. Ez mi volt? Még egyszer, még egyszer. Még egyszer. Lefagyott tőle a foga. Nem láttuk elég jól. Jó, nem láttuk. Mindenki megcsinálta az első kívását, Zsombi járt a vizen, vagyis hát jégen, ő evett havat, én ittam vizet. Én jártam szóval a legrosszabb. Igen, egyébként egy tipp, havat nem szabad enni, ezt most csak a videók kedvéért belenyalt. Ne próbáljátok ki otthon, meg amúgy sehol. Na, mehetünk a következő pozíciónkra. Lássuk, hogy ez a következő kihívás. Nézd már, hagyjatok már kajálni, csak ilyet vagyok, tesó. Kérdezhetek, hol a káv? Te menő, baszki, látod, hogy belementük egy fel? Jön a másik, hol? Ő tényleg ott van. Hogy már nem közel menni? Hogy? Kicsit cuki. De ha nagy lesz, akkor nem cuki. Hát akkor nem cuki. Ezek havasak a fója. Itt is kellett volna csinálni egy kívást, hogy nem mehetsz lepocsizni vele. Én nem tudom, skacok, de annyian lettek hirtelen, és mindenki fotózza a medvét, meg ilyenek, de eddig semmi nem volt, tehát nézzétek meg. Én nem viszem el. Nem mered kihívást jöttünk csinálni erre. Itt van két medve most, de amúgy tényleg keményen, de képzeld el, amikor izé a nagyanyuka onnan fentről jön, és anya, benne vagyok a tévében. Meg valaki megdobta a hógolyóból. Igen. Ja, kaját dobtak neki. Nézd, látod, dobják a kaját nekik az emberek. Ez komoly nagyon. De miért? Nézd, a másik kijött a McDonald's-ot. Az egész McDonald's-os kaját feláldozza a srác. Azt, hogy dobja. Mennek el. Azon vagy kezdenek megijedni szerintem most már, nem? Hát nézzétek meg, mi van itt. Jézus Isten. Eddig semmi, senki sem erre nem volt. De ettetik már ilyen ne banánhíjat, meg ilyesmi. Igen, mindenfélét odaadnak. Na, hát skacok, erdélyi vlog. Én sem voltam még itt, és azt most mindenkinek szól, annyi a lényege, hogy be kell menni az erdőbe. De miért? És tekintettel arra, hogy eddig medvét láttunk, ez nem, nem biztos, hogy legjobb ötlet, de menjünk. Na! Hallgass meg az utóhangot. Nézd meg azt! Tessék. Az ott miért van ott bedőlve, vagy mi van itt? LOL! De betonostól is minden este, vagy ez beton, vagy mi az? Hallod, átszúrta egy ág. Mi a... Tegnap voltam terembe. Helyreállítom a táblát. Hogy... De nehogy átszúrt az a... Ó, alá dőljön ide. De a fejedbe fog szúródni a szar. Tényleg, akkor itt jól járunk.
Azaz. De most legalább látszik. Ott a medve. Hello. Gyere ide, kicsim, teleportálunk. Mindenki a másik oldalamra, ide. Na, háromra ugrunk. Három, kettő, egy. Hú! Te nem ugrottál, de úgyis teleportáltál. Ha-ha-ha. Női logika, tudjátok. Oda menjünk be, ott van egy tábla. Igen. Oké. Hát akkor menjünk, gyertek. Nem megy. Ahol most megyünk, az egy ilyen gyógyfürdő, ahol bugyog a víz. Nem mered beletenni a lábad, zombi. De amúgy lehet, hogy én is beleteszem, hogyha tényleg beleteszed. Az nem lehet, az biztos, hogyha én beleteszem, te is beleteszed. Én ezt felajánlottam azért, hogy kimentsem magam a következő feladatból. Baszki, hogy csúszik! Két másodperc is jövök, maradjatok itt! Itt hagy minket. Most elindul. De most mit csinál? Mindjárt elütteti magát egy autóval. Hát te nem vagy csúsz. Jobb, ha félreállunk amúgy. Gyere, gyere, nálj, nálj, nálj. Jó, meg, lök meg. Azaz, azaz. Oké, nem mertek itt lakni. Megmozdulok. Át szeretnék én is menni még azért. Azt mondod, át akarsz jönni? Igen, azt mondom, mondom, hogy át akarok menni. Oké. Adjak szánkot? Na, az tiszta jég amúgy. Tiszta jég. Hát az képest nem tudjuk. Hát nem, mert a szánkot nem jégre találták ki. Annyira hideg van, hogy ha lábunkat belerakjuk, szerintem itt meghalunk. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom. Ez nem jó, ez nem jó játék. Ti nem vagytok normálisan bele a hóba! Nope. Hú, hát itt becsúszni, hát nem lehet az. Bemész oda le oda egészen. Nem mehetsz lecsúszni. Hát nem. Nem, hogy ez tényleg ügyes. Hát mit kell, mit csinálsz ott lát? 5 éve ültem szám. Úgy. Csak fékezz. Vigyázzál, itt megint. Nem is így ültem. Hát te nem csúsztál így. Onnan futnod kell befele egyedül. Lássuk, tudsz-e futni. Minél gyorsabban. Nem úgy. Fuss. És mondd, hogy banán, hogy tudjuk, hogy hol vagy. Hangosabban. Banán. Mikor? De fussál, ne sétálj! Nő most álltunk. Gyere, menjünk el innen. Várj, tudod, hogy bújjunk el, gyere, nézd! Nem hallok semmit. Mi van, látod a kamerát? Nem vagyok fogykos. Azt mondja! Azt mondja, hát nem vagyok fogykos, látom a kamerát. Na, hogy nem értél meg, amikor eltűntök egy kicsit? Nem értél meg egy picit se? Nem. Hát az nem. Rendben. Igen, de még olyan nehéz észrevenni, mert végülis olyan nagyon k***os. Zsombinak a kabátja amúgy nem világít. Ó, nem már, miért vagy narancság a kabátban? Ez nagyon gáz, zsombi. Tényleg amúgy ez nagyon nagyon gáz. Nem lehet, hogy zsombi azért vette ezt a kabátot, mert akkor... Igen, nem tudjuk elhagyni. Nem tudjuk. Azért vettek az... Jaj, nem este elhagyni. Gyakran el szoktam veszni, amúgy a szüleim ezzel keresni. Később vettük észre, hogy beküldtük mesit, ezek amúgy medvelábnyomok, szóval itt végig medvelábnyomok voltak, és ide küldtük a mesit. Amúgy tudatosan küldtek be. És sírtak, mikor visszajöttem. Igen, hát nem kellett volna visszagyere, nem mindig. Nani! Na, úgyhogy szerintem mindenki teljesítette a kis kihívását, bár szerintem a medvés volt a legdurvább, úgyhogy Zsombinak mennie kell, mert most már a kabátját le kell ellenőrizzék, úgyhogy... Lövünk pár képet, aztán a Leóval szépen a Zsombit hazavisszük, mi pedig már itthon vagyunk, én a videót megvágtam. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, hogy nem ragyodok le a következőről, illetve így kerültök be a paddák közösségébe. Elképesztő mennyi kommentet írtok, lájkot adtok, ez szerintem nagyon-nagyon
nagyon szépen köszönöm nektek ezt a rengeteg támogatást. Ha pedig már felgyilatkozva, ahogy mondtam, akkor dobj egy jó nagy lájkot, mert jó tesz a YouTube algoritmusnak, meg én is megköszönöm, bár ahogy mondtam, kenyeret még nem veszek belőle. Mindenkinek egy kellemes napot, ennek örömére egyébként pont ma reggel, még le is havazott, szegény Leo ott van lent, meg van fagyva. Én viszont sajnos kezdtem nagyon beteg lenni, szóval meglátjuk, hogy a következő videó milyen lesz, lehet, hogy picit ilyen chillesebb esetleg magorral, írjátok-e, szeretnétek-e magorral valamilyen kérdéseset, ami cringe kérdésekre válaszolok. Na, úgyhogy jöhet az outro, ezért mondtam. Jöhet az outro és halljó!